Szeretném megköszönni a kormány nevében, különösképpen a Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamarának azt a támogatást, amelyet helyi szinten, a vállalkozók által, megyei szinten, a szervezeti rendszerében és az elnökség szintjén számunkra biztosította ez a munkához. Elsősorban azzal, hogy hogyan tudjuk gyorsítani a pénzek kifizetését, és hogyan tudjuk jobban meghatározni és fókuszálni a forrásokat. Ez a kamara nélkül, a kamarák nélkül, a testületek nélkül nem valósulhatott volna meg. A kormány nevében azért jöttem, hogy elsősorban ezt megköszönjem. Másrésztről szeretnénk a kamarát bevonni abba a munkába, ami az első fejlesztési ciklus tanulságainak a levonásával van összefüggésben. Mi nagyon szeretnénk, hogyha a 2007 és 13-as fejlesztési ciklus erényeiből és hibáiból képesek lennénk tanulni. Ennek egyik jele volt, hogy 2014. szeptemberében Orbán Viktor miniszterelnök úr és Barroso elnök úr, az Európai Bizottság akkori elnöke, megkötötték azt a partnerségi megállapodást, amelyben mintegy 11 ezer milliárd forintos fejlesztési keret nyílt meg 2014 és 20 között Magyarország számára, amely iszonyatosan nagy forrás, óriási lehetőség és egy nagy esély az ország számára. Ebben a fejlesztési programban már a 2007 és 13 időszakhoz képest a gazdaság kapta a főszerepet, tehát az ország legfontosabb célja, hogy Magyarország gazdasága növekedési pályára álljon tartósan, ne legyen kiszolgáltatva külső támogatásoknak vagy külső forrásoknak. Ezt a forrást arra használjuk föl, hogy a magyar kis- és középvállalkozások intenzív segítségével Magyarországon a gazdaság tartósan tudjon növekedni.